2022-ben 312 olyan tűzeset volt Fejérvár megyében, amely valamilyen lakóotthont, ingatlant érintett, ebből 31 kéménytűz volt. Azért, hogy az égéstermék elvezetés ne jelentsen veszélyt, a kémény seprők járják a háztartásokat, cégeket és tisztítják a kéményeket. Idén azonban a magánszemélyeknél már nem a kémény ZRT szakemberei jelentkeznek. Január 20-a óta a kémény ZRT Fejér megyében csak a jogi személyek, tehát cégek, vállalatok, közületek kéményseprési ügyeit intézi. Korábban teljes lakossági ügyintézés is volt, de ez átkerült a katasztrófavédelmi igazgatósághoz. Tehát ezt nagyon sokan még nem tudják, tehát ezért is örülök ennek a lehetőségnek, hogy ezt itt elmondhatom. Csak céges adószámmal rendelkező cégekkel foglalkozunk a jövőben. Bizonyos esetekben tehát a katasztrófa védelem látja el a kéménytisztítási feladatokat. A magánszemélyek számára ingyenes kéményseprés nem kötelező, de ajánlott. A lakosság számára, magánszemélyek számára, akár családi házban, akár társasházban laknak, már a katasztrófa védelem alkalmazásában álló kéményseprő fogja ezt a sormunkában elvégzett kéménytisztítást, kémény karbantartást elvégezni. Ezen belül is még vannak részletszabályok, ezek mit jelentenek? Ez azt jelenti, hogy családi házban élő magánszemélyhez már nem automatikusan fog érkezni a kéményseprő, hanem a magánszemélynek, a családi házban lakó állampolgárnak kell ezt a szolgáltatást megrendelnie. Hogyha valamilyen szilárd tüzelésű fűtőberendezése van, például fával, vegyes tüzelésű kazánnal, kandalóval fűt, akkor az ilyen kéménynek a felülvizsgálatára évente egyszer van szükség törvény értelmében. A helyettes szóvivő hozzátette, ha valaki zárt rendszerű vagy földgáz üzemű tüzelő berendezéssel fűt, akkor két évente szükséges a karbantartást elvégezni. Társas házaknál a magánszemélyeknek nem kell megrendelni a szolgáltatást, hanem tervezett sormunkában érkeznek a kéményseprők. A fűtő berendezések átvizsgálása is fontos, hiszen az égés termékek számos mérgező anyagot tartalmaznak, amelyek a zárt térben gondot okozhatnak. A szénmonoxid például csendes gyilkos, hiszen színtelen és szaktalan, ezért érdemes olyan eszközt vásárolni, amely jelzi a jelenlétét. A biztonság érdekében a kémények átellenőrzése és tisztítása mellett füstérzékelők beszerzése is javasolt, amely azonnal jelzi, ha tűz van, így elkerülhetőek a tragédiák.